Ma kezdődik a téli olimpia Pekingben, amelyen 91 ország, csaknem 3000 sportolója vesz részt. A koronavírus azonban ezt is beárnyékolja. Nagy közönség nem lehet ott a játékokon, csak a meghívott vendégek. A sportolók csak úgynevezett járványügyi buborékokban mozoghatnak, folyamatosan tesztelik őket, és szinte egyáltalán nem keveredhetnek egymással. A téli olimpia nyitó ünnepség ebben a különös formájú madárfészeknek nevezett nemzeti stadionban lesz. Itt volt 2008-ban a nyári olimpia nyitói záró rendezvénye is. A szervezők a hideg és a koronavírus járvány miatt másfél órásra rövidítették a műsort. Az ünnepséget a világhírű kínai filmes Chang Yu-mu rendezi, ugyanúgy, mint a 14 évvel ezelőtti nyári olimpián. A kínai rendező elárulta, merész és teljesen új módon gyújtják majd meg az olimpiai lángot. Pekingben a járványügyi óvintézkedések miatt csak 3 napig tartott mindössze a fáklyafutás. Az olimpiai lángot 1200-an vitték, a sportolók mellett az egészségügyi dolgozók, a tudomány, az oktatás és a kultúra kiemelkedő személyiségei, valamint robotok is. Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, a hivatalos megnyitó előtt azt mondta, Peking az első olyan város, amely nyári és téli olimpiát is rendezett. Köszönetet mondott Kínának a szervezésért, hozzátéve, a pekingi olimpia biztonságos és kitűnő lesz, és új korszakot nyit a téli sportok számára. Xi Jinping kínai elnök videóüzenetében úgy fogalmazott, a világ most Kínára figyel, és az ország készen áll a játékok megtartására. A 2008-as Egy világ, egy álom szlogentől a 2022-es Együtt a közös jövőért szlogenig Kína aktívan és következetesen vesz részt az ötkarikás mozgalomban, és kitart az olimpiai szellem mellett, mondta kínai elnök. A kínai szervezőknek nem csak a közbiztonságra kell figyelniük a játékok alatt, hanem a koronavírus járvány miatt speciális egészségügyi szempontokat is be kell tartaniuk. Ezért különleges és szigorú, úgynevezett zárt buborékrendszert alakítottak ki már hetekkel a játékok előtt. Ehhez nem csak a napi PCR-tesztelések tartoznak hozzá, hanem az is, hogy aki bekerül a buborékrendszerbe, mert előtte több napon át negatív COVID-tesztet produkált, csak állandó felügyelet alatt mozoghat, és nem érintkezhet buborékon kívüliekkel. Még robotok is fertőtlenítenek naponta többször a szálláshelyeken, hogy csökkentsék a fertőzés lehetőségét. Mindenkinek mindenhol kötelező a maszk viselése, és csak akkor lehet levenni, ha valaki éppen edz, versenyez, étkezik, vagy egyedül van a hotelszobájában. Az olimpiai eseményeket segítő kínai önkénteseket, illetve kiszolgáló személyzetet, hozzávetőleg mindegy 20 ezer embert, szintén hermetikusan elzárják a külvilágtól, a napi munkájukon kívül sehová se mehetnek. Az olimpiai játékokat 3 helyszínen tartják, Pekingben főleg azokat a versenyeket, amelyeket fedett térben rendezik, így a curlinget, a gyors és műkorcsolyát, illetve a hoki meccseket. Jianchengben a síversenyek mellett a bob, szánkói, skeleton versenyek zajlanak majd. A fővárostól 180 kilométerre, Changchiakouban pedig a többi között sí és snowboard versenyszámokat fognak tartani. A játékokon nem lesz közönség, a sportrendezvényeken korlátozott számban csak a kiválasztott nézők és a meghívott vendégek vehetnek részt. Néhány órával a megnyitó előtt egymás után szálltak le Pekingben a magasrangú vendégeket, állam és kormányfőket szállító repülők.